Békés Csaba elsősorban gasztronómiai fesztiváljairól híres, de ne feledkezzünk meg a kultúráról sem. A Jókai Színház, a Munkácsi Múzeum, a Jankai Galéria, a sokszínű kulturális rendezvények mind-mind hozzátartoznak a városhoz. És persze említsük meg a békési megyeszékhely kultúrájának origóját is. A Békés Csabai Kulturális Központ a délalföldi régió egyik legmeghatározóbb komplex közművelődési és kulturális feladatokat ellátó intézménye. Az egykori ifiház rekonstrukciójának közvetlen célja, hogy az Agora program keretében korszerű multifunkcionális közösségi közművelődési intézmény jöjjön létre Békés Csabán, a Békés Csabai Kulturális Központ épületének átalakításával, bővítésével és teljes körű felújításával. A következő év januárjától nagy szeretettel várjuk kedves vendégeinket a Munkácsi negyedben, és ott is a Munkácsi Emlékházban, a múzeumban és új büszkeségünkben az Agorán, ahol egy gyönyörű hangversenyterem és egy multifunkciós terem várja a kedves vendégeket, egy nagy térben, körülbelül 1000 főt is vendégüllátó térben, ahol koncertek, különböző kiállítások és kulturális rendezvények kerülnek megszervezésre. Belvárosunk ezen részének azért lesz Munkácsi negyed a neve, mert a festő fiatal korában sokat tartózkodott ezen a területen, különösen a Munkácsi Emlékházba, ahova nagynénéhez járt ebédelni, és nagyon-nagyon kedves szavakkal emlékezik meg emlékirataiban is az épületről. A Munkácsi negyed a város központjában található, az említett épületek egymástól pár perc sétára állnak, így a kultúrára szomjazó vendégek könnyedén bejárhatják a város kulturális nevezetességeit. Az immáron Csaba Gyöngye kulturális központtá átnevezett Kultcenter mellett nyáron a Városházi Esték rendezvénysorozat vagy a Zenit Fesztivál, ősszel az őszi művészeti hetek és az amatőr zenés színpadok országos fesztiválja, télen a Csabai Farsang, tavasszal pedig a Békés Csabai Tavaszi Fesztivál várja a kultúra kedvelőit.